Jó estét kívánok, köszöntöm a közügynézőit. Újabb 91 önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadói pályázatának meghirdetéséről döntött legutóbbi ülésén a Debreceni Közgyűlés Tulajdonosi Bizottsága. A bérbeadó a Városi Ingatlan Vagyont Kezelő Cég, a Cívis Ház ZRT lesz. A 91 lakásból 52 szociálisan támogatott formában, 39 pedig szociális támogatás nélküli formában pályázható február 1-től. A részletekről beszélgetünk Erdei Edittel, a Cívis Ház ZRT vezérigazgatójával. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm! Nos, ugye ez 91 lakás, ami egy nagy számnak mondható. Honnan sikerült most hirtelen ennyi lakást felszabadítani? Nagyon érdekes, hogy a Cívis Ház esetében ugye köztudatban van, hogy régóta élhetnek a bérlők az önkormányzati bérlakásukban. Ebből az is következik, hogy elsősorban nyugdíjas bérlőink vannak. És a bérlakás mobilitás zömében sajnálatos módon a bérlői elhalálozásokból fakad. Nagyon sok esetben a bérlő önként leadja a bérleményét, vagy egyéb úton kerül hozzánk vissza. Ez soknak számít, amúgy ez a 91 mennyi szokott lenni általában? Ez egy extra nagyságú pályáztatás, alapvetően 50-60 egy-egy lakáspályázati darabszám. Most ebben az évben, hála Istennek, a tavalyi évhez képest egy jelentős lakásállománnyal indulunk neki. Mit lehet elmondani ezeknek a lakásoknak az állapotáról, illetve méretéről? Mi jellemző ezekre a lakásokra? A méretével kapcsolatosan lehet látni és tudni a kiírásban is, hogy a garzonlakástól kezdve a jelentős 80-90 négyzetméteres belvárosi lakásig mindenféle alapterületi, minden portfólió jelen van a piacon. A műszaki állapotával kapcsolatosan ugye ez egy összetett kérdés, hiszen, mint ahogy az előbb jeleztem, ezek a lakások elsősorban úgy kerülnek vissza a mi kezelésünkbe, hogy a korábbi bérlő hosszú időn át használva kevesebb ráfordítással adta vissza. Ebből következően a lakások egy része jó állapotban van, a másik részére viszont jelentősebb felújítást kell fordítani. Ilyenkor a bérlő egyébként felújíthatja magának, hogyha úgy dönt? Összetett a kérdés, mert van egyfajta elvárás, ami mentén a bérlőnek ezt gyakorlatilag rendbe kell hozni, ezt a lakást. Ezzel kapcsolatosan kap is egy évig 30%-os engedményt. Másrészt az ő lehetőségére, pénztárcájára, a családi összefogására van bízva, hogy meddig akar, meddig halad, milyen minőségű alapanyagokkal, vagy milyen minőségű munkával szeretné ezt rendbe tenni. Ugye itt nyilván az elsőleges kérdés, ami felmerült a nézőkben is, hogy milyen feltételekkel lehet bérelni, kik bérelhetnek önkormányzati bérlakást? Ugye most a pályázatban itt látható, hogy két típusú pályázatról van szó. Az egyik, ahol önkormányzati támogatásra vagy engedményre lehet számítani. Ennek a pályázati feltétele szigorúbb, mint a másik, ahol egy kicsit alacsonyabb számú lakással indulunk, a nem támogatott lakások, ahol a pályázati feltétel egyszerűbb, hiszen ott nem kap önkormányzati támogatást az adott pályázó. És mondjuk mit lehet tudni az árakról, bérleti díjakról, ennek megfelelően hogyan alakulhatnak mondjuk a piaci árhoz képest? Most Debrecenben elég magasak az albérletárak. Igen, ezek új típusú lakbérek már, tehát hogy ezek a lakbérek nem drasztikusan alatta vannak a piaci áraknak, de jelentősen. A támogatott lakások esetében azt kell mondjam, hogy akár harmada is lehet, a támogatott, nem támogatott lakások esetében pedig attól függően, hogy az adott lakásra mekkora túljelentkezés, vagy hányszoros a pályázók aránya, elérheti a felét is, hogyha az adott esetben nem a frekventált és nem a 30-szoros túljelentkezési körbe eső lakásról szól. Tehát akkor ez úgy működik, hogy egy bizonyos lakásra kell pályázni annak, aki szeretne bérlakást, tehát nem az, hogy én nekem bármi jó, csak adjanak valamit. Mindkét formában három bérlakásra lehet jelentkezni, meghatározva a sorrendet is. Ezáltal, amikor a pályázat bontására kerül sor, gyakorlatilag az első helyen megjelölt lakást vesszük figyelembe, és annak megfelelően történik az értékelése az adott pályázatnak. Mennyire népszerű egyébként általában a bérlakás program Debrecenben? Sokan pályáznak, vagy lakástól függ, hogy hányan pályáznak? Mit lehet mondani egy általánosságban? Most is azt tapasztaljuk, hogy rendkívül nagy az érdeklődés. Tehát adott bérlakás esetében, ahogy korábban is említettem, lehet 30-szoros túljelentkezés is, és tavaly évben volt olyan, amelyikre nem érkezett ajánlat.
A tavalyi évi statisztikát figyelembe véve körülbelül 6-szoros túljelentkezés volt a bérlakásokra. Azt gondolom, hogy hasonló arányokra lehet számítani ebben az évben is. Gondolom a kisebbek kellendőek inkább. Alapvetően természetesen, igen, természetesen a kislakás, a favorit az, mint mindig a másfél szobás lakás, és minél kisebb alapterülettel, mint ahogy a magánpiacon is. Tehát, hogy ezt ugye tulajdonképpen nincs jelentős különbség a magánpiaci érdeklődés és az önkormányzati lakások iránti érdeklődés tekintetében. Ugye ezt tegnap hirdették meg, hát egy 24 óra elteltével érzékelnek már bármit, hogy meg is mozdult rögtön a piac, is van érdeklődő? Folyamatosan csörögnek a telefonok, jönnek az e-mailek, és mi örömmel szolgáljuk ki ezeket az igényeket, és adjuk meg a megfelelő tájékoztatást, információt, és azt a segítségnyújtást, ami ebben a szigorú jogszabályi környezetben megengedhető. Mennyire bonyolult folyamat ez egyébként? Tehát érdemes előtte érdeklődni, mielőtt valaki elkezdi a pályázatot megírni? Ez egy összetett folyamat. Azt gondolom, hogy már most, aki ebben érdekelt lehet és gondolkodik, célszerű felkeresni az ügyfélszolgálatunkat, ellátogatni a honlapunkra, és elindítani annak a folyamatnak a kezdetét, különösen akkor, hogyha önkormányzati támogatott bérlakásra pályázik, hogy az a bizonyos határozat, amelyik definiálja, hogy az adott bérlő milyen mértékű önkormányzati támogatásra jogosult, az időben megérkezzen, illetve azt tudni kell, hogy a jövedelmek esetében a NAV vizsgálat is része ennek a folyamatnak. Az meg eleve időigényes. Igen. Ugye? Jellemzően kiknek segítség egyébként a bérlakás? Tehát nem tudom, korfa alapján, szociális helyzet alapján mit lehet mondani? Korábban abszolút a fiatalok által közkedvelt pályázati forma volt, és az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy a középkorú emberek lakhatásának a megoldását támogatja meghatározó módon. Meglepő, hogy vannak 80 év fölötti pályázóink is, és ezek ilyen nagyon kedves történetek, amikor egy idős ember miközben mindent elveszített a családja mentén, akiket támogatott korábban, kerül be az önkormányzati szektorba, és én azt gondolom, hogy őket érdemes megkérdezni, hogy milyen abban élni. Ugye itt megvan szabva, hogy mennyi időre lehet bérelni, és hogy lehet hosszabbítani. Hogy is van, ez 2+3 év, ugye? Jól tudom. Milyen feltételekkel lehet hosszabbítani adott esetben, ha valaki mondjuk 2 évre nyer? Alapvetően ez egy 5 éves szerződés. A 2+3-at azért tesszük bele, hogy egy 2 éves időtartam után mi újra vizsgáljuk a lakhatási feltételeket az adott bérlő aspektusából. Tehát a legfontosabb az, hogy ezek a bérlemények ugye társasházakban vannak. Az elsődleges és egyik legfontosabb tényező, hogy a bérlő a magatartásával nem zavarja az adott lakóközösséget. A karbantartási kötelmének eleget tesz, tehát rendben tartja a bérleményt. És a harmadik nyilvánvalóan az alap, hogy a bérleti díjat is fizeti. Tehát ez egy tulajdonképpen egy kontroll, mondjuk úgy, hogy ez alapvetően egy 5 éves szerződés, 2 év múlva nyilván folyamatos ellenőrzés van, de ott van egy mérföldkő, amikor mindenki megnézi, hogy egyrészt a bérlőnek is megfelelő, több olyan esetről is tudunk, hogy a bérlő anyagi helyzete javult, és a határidő lejárta előtt kilépett a rendszerből. És ugye gondolom a részletekről, akit mondjuk érdekel, hogy milyen dokumentumokra van szükség, hogyan zajlik a pályázat, erre van információ akár a honlapján a civil háznak? Ugye a saját honlapunkon most megjelent a naplóban, és nem reklám, mindenféle fórumon sikerült irodással lennünk, és folyamatosan szeretnénk ezt a hírt fönntartani egyrészt az oldalunkon. Van egy ügyfélszolgálati időtartam, amikor szintén fizikailag is, tehát minden érdeklődő személyesen is bejöhet, másrészt telefonon folyamatosan rendelkezésre állunk az ügyfeleknek. Egyébként ez hogyan illeszkedik a civilház profiljába maga a bérlakásprogram? Hát visszamegyünk 30 évet a múltban, mert hogy amikor létrehozták a civilházat, 94-93-ban a jogelődött, az volt a cél, hogy az önkormányzati lakásgazdálkodást támogatva jöjjön létre egy olyan kombinált megoldás a portfólióban, hogy az önkormányzati lakásgazdálkodás veszteségét támogassa meg az üzleti irodából származó bérbevétel pozitív szaldója. Úgyhogy azóta sokkal szélesebb a civisház tevékenységi köre, és tulajdonképpen ennek a szociális tevékenységnek én azt gondolom, hogy megfelelő erőt és
támogatást ad a város a civis házon keresztül. Tehát akkor ez egy alappillér, ami az eredeti legelső időktől megvan a civis háznál. Köszönöm szépen az információkat is, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm.